Sziasztok! A mai videóban a pénzzel fogunk foglalkozni, vagyis egész pontosan azzal, hogy mi lenne, ha nem létezne. A pénz egy olyan dolog, amit mindenki használ, mindenki dolgozik érte, és szinte mindent pénzzel szerezhetünk meg. A pénz nem boldogít, tartja a mondás, de azért jó, ha van. Ebben a videóban bemutatjuk, milyen lenne a világ, ha a pénz egyszerűen eltűnne, nem létezne. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. De nézzük, milyen lenne az élet pénz nélkül. Visszatérne a cserekereskedelem. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy visszatérne a cserekereskedelem, amely a pénz, mint fizetőeszköz elterjedése előtt volt jellemző. Ez azt jelenti, hogy árut árura cseréltek, például húst tealevelekre. Készült a csatornánkon egy videó, amelyben a múlt érdekes fizetőeszközeit mutatjuk be, ajánljuk figyelmetekbe ez a videó után, link a leírásban. A videó további részében elvonatkoztatunk a cserekereskedelemtől, és egy olyan utopisztikus világot mutatunk be, ahol sem pénz, sem a cserekereskedelem nem létezik. Megszűnne a hajléktalanság. Angliában például több mint 200 ezer otthon van, melyben senki sem lakik. Amennyiben nem kellene lakbért fizetni, akkor a hajléktalanok beköltözhetnének ezekbe a házakba. Úgy is megközelíthetjük, hogy bárki megépíthetné álmai házát, mert nem kellene fizetni az anyagokért. Nem lenne több rablás. Mivel az emberek bármihez hozzájuthatnának, ezért nem lennének rablók, akik más értékeit szeretnék ellopni. Egyszerűen mindenki megszerezhetné azt, amit csak akar, nem kéne többé féltenünk a vagyonunkat. Mindenki ott élne, ahol szeretne. Mindenkinek van egy álomországa, vagy egy álomvárosa, ahol élni szeretne. Párizs, London, New York, Rio de Janeiro, esetleg egy csendes sziget? Ha nem lenne pénz, akkor mindenki oda költözhetne, és ott élhetne, ahol szeretne. Ti hova költöznétek? Írjátok meg kommentben! Kevesebb lenne a válás. Kimutatások szerint a házasságok jelentős része a pénzhez köthető okok miatt megy tönkre. A párok nem vitáznának többet azon, hogy a férj új autójára vagy a feleség álomutazására költsék a félretett pénzt. Mindez megvalósítható lenne, ezért a házasságokban is kevesebb lenne a vita. Nem lennének háborúk. A háborúk többsége a múltban is azért történt, mert az egyik fél hozzászeretett volna jutni valamihez, ami a másik fél birtokában van. A háborúk tehát érdekharcok. Amennyiben viszont bárki bármihez hozzájuthatna, akkor ezek a háborúk elkerülhetők lennének. Az emberek kevésbé lennének motiváltak. A pénz mindenképp egy motivációs eszköz, az emberek azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb életet élhessék. Amennyiben viszont ez megszűnne, és mindenünk meglenne, amit csak szeretnénk, akkor ez a motivációs erő elveszne. Kevésbé értékelnénk a sikereket. Biztos ismeritek azt az érzést, amikor alig várjátok, hogy megvásároljatok, vagy megkapjatok valamit. Egy új telefont, egy szép kabátot, bármit. Az az idő, amíg vártok erre, az önmagában egy izgalom, és amikor végre megkapjátok, akkor nagyon boldogok vagytok. Különösen igaz ez akkor, ha sokáig dolgoztál valamiért, és a félretett pénzedből érted el a célod. Ha mindent bármikor megszerezhetnél, akkor ezek a sikerek megszűnnének, és sokkal kevésbé értékelnénk mindazt, amink van. Megszűnne a stressz. A mindennapokban rengeteg körülménynek kell megfelelnünk. Tanulni vagy dolgoznunk kell, tudásfelmérőkre kell készülni, vagy fontos munkai feladatokat kell elvégezni. Ezen kívül foglalkoznunk kell a családdal, ismerősökkel, rengeteg elvárásnak kell megfelelnünk, mely miatt sokat stresszelünk. Ha mindenhez hozzájuthatnánk, akkor sokkal nyugodtabb életet élnénk, melyben nem lenne jelen a stressz. A mai bankok megszűnnének. Amennyiben nem létezne pénz, akkor a bankok szolgáltatásai teljesen feleslegessé válnának. Valamilyen formában átalakulnának, de a mai bankokhoz nem hasonlítanának. Ezzel a lista végére értünk. Nektek mi lenne az első dolgotok, ha ingyen hozzájuthatnátok bármihez? Írjátok meg kommentben, és egy lájkkal jelezzétek, ha tetszett a videó.
Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!